Az óvodapedagógiai nap vendégeit a Fazekas iskola kicsinyek kórusának műsora köszöntötte a rendezvény helyszínéül szolgáló estmoziban. A tematikus nap témája volt, hogy hogyan segítheti a családi nevelést az óvodapedagógus. Hát úgy segíthet, hogy különböző probléma helyzetekben, hogy megoldásokat javasolhat. De én azt gondolom, hogy elsősorban nekünk ezek az előadók olyan pillanatokat adnak, amit most egyelőre el kell raktároznunk, és ez egy hónap, két hónap múlva nagyon jól jön elő, ahol az ember elkezd gondolkodni, hogy amit kaptunk útravalóul, és egy problémás helyzetet látunk, abban mi a jó megoldás. Hisz olyan szakemberek adtak most útravalót, akik nagyon-nagyon súlyos helyzetből nagyon jól megoldották a gyermek problémáját. Fontos nagyon, hogy a családnak segítsünk. A szakmai napon az előadók nehéz nevelési helyzetekről és a lehetséges megoldásokról, valamint a család szerepéről és jelentőségéről beszéltek. A találkozón Tata határon túli magyar ajkú testvértelepüléseinek óvónői is részt vettek. Nagyon értékes előadásokkal gazdagodtunk a mai napon, ezért köszönetet szeretnék mondani a Tataváros önkormányzatának a meghívásért. Nagyon kellemes tapasztalatokkal térünk haza. Mi is egy ilyen óvodát álmodtunk magunknak, mint a Bartok óvoda, reméljük, hogy sikerül megvalósítani. Ezek az óvodapedagógiai napok olyan feltöltést adnak minden óvodapedagógusnak, amik a hétköznapok során és a többi napokon is nagyon fontosak, ugyanis érzelmileg, lelkileg teljesen feltöltődünk, nagyon jó előadókat hallunk évről évre, ami segíti a munkánk eredményességét. Hát Kádár Anna Mária és Böjte Csaba is olyan pozitív személyiségek, akiket szerintem egész nap elhallgattunk volna, nagyon jól feltöltöttünk, és úgy gondolom, hogy rengeteg olyan hétköznapi példát mondtak, amivel tanulhatunk, és nem az elméletre összpontosítottak, mert a gyakorlat a legfontosabb része munkánknak. Az óvodapedagógiai szakmai napról egy bővebb összeállítást láthatnak hamarosan a Tatai Televízió magazin műsorában.